Alsónyéken 1991 óta minden évben hagyományosan rendeznek farsangibált, melynek az az érdekessége, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is vállalják, hogy jelmezt öltenek. Idén közel 60 fő bújt bele valaki másnak a bőrébe. A felvonulókat természetesen zsűri díjazta. A zsűri általában mindig olyan személyekből áll, akinek nincsen beöltözött családtag vagy barát, de hát azt hiszem ez nagyon nehéz összeszedni. Nem én szedtem össze a kolléganőm, mert én most nem tudtam ilyenekkel foglalkozni, de mindig fel a zsűri. De hát itt nem is az a lényeg, hanem itt a részvétel a lényeg. Volt, aki kakaóporral és csirkecsontokkal, volt, aki a bőrszerkójával vagy délcekparipájával szerette volna elnyerni a bírák tetszését, akik az ötletességet, a látványt, a hangulatot pontozták. A legkisebbek öltözékét természetesen a szülők készítették, akik arra törekedtek, hogy különlegessé változtassák gyermeküket. Minek öltöztél be? Kalóznak. Ki csinálta ezt a gyönyörű szép jelmezt? Anya meg apa. Miután mindenki bemutatta a jelmezét, egy fergeteges táncparti következett, ahol még a polgármestert is táncba vitték. A felnőtt kategória győztesei a pánkok lettek, akik állarca mögött tisztes alsónyéki háziasszonyok bújtak meg, akik rendkívül élvezték, hogy bátran kitörhetnek a hétköznapokból, fesztelenül rosszalkodhatnak. Elrettentő jelmezeiket gyermekeik ruhatárából kölcsönözték. A fiatalokat megkerestük, a bátasziki motorosoktól kaptunk jó párat, meg hát itt a nyéki fiataloktól kaptuk a szerelést. Sőt, hát a vasműszaki boltból fölvásároltuk a kutyaláncokat. A felnőtteknél a második helyezettek a kannibálok, harmadikak pedig a kávbolyok, külön díjas pedig az indián pár lett. A gyerekeknél a harmadik a zöldtejű halál, második a tehén és csapata, első pedig a tévé és távirányítója, külön díjas pedig a kannibál kisfiú lett.